Átadták a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje 2020 verseny karcagi díjait. Hamar Gyuláné és férje a kezdetek óta versenyez, és mára életműdíjas országos első helyezettek, és a karcagi versenyben is elnyerték az első díjat. Hamar Gyulái kertjében mindig számtalan különleges növény is terem, így volt ez tavaly is. Az idős házaspárt a kertészkedés élteti. Sosem gondoltuk volna, hogy mi ebben a munkával még valaha életműdíjasok is lehetünk. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek tartjuk, és ennek jegyében igyekszünk biokertet ápolni, mert ez fontos. A régi hagyományokat előszedtük, a szülők, nagyszülők, ahogy mivel védekeztek, mi is a régi család, stb. Úgyhogy minden a csúszómászók ellen is el van készítve a nekik járó itóka, amit hát ugye elpusztul, a szőlőnek szintén, tehát mi vegyszer nem használunk. A föld semmi olyan, ami hogy behozzuk, vagy bármilyen vegyszer, vagy akkor semmi, hanem mi saját magunk komposztálunk. Építettük egy 3x3 méteres, ami hát másfél méter lefele még a beton, és abban van az élőtrágya, a hulladék, ami a konyháról kikerül, meg ugye a mulcs, amit levágunk, zöld füvet, és akkor utána azt ugye földdel le kell teríteni, fél oldalát, mert a másik felébe megérik, amit már majd télen kiszedünk, és akkor tavasszal abban lesz az ültetés, bak hátra. Tehát az azt jelenti, hogy felkúpozzuk, és úgy megy a paradicsom is, a paprika is, uborka is. Itt annyira rossz a talaj, kötött, hideg, úgyhogy mezes, úgyhogy itt nem maradna meg így, hogy csak felássuk, az beleültetünk, most semmit. Itt mindent, még a dughagymát is úgy kell a bakhátot elkészíteni és beledugrosni. Sok nehézséggel, problémával jár a kertgondozás, de ők már felkészültek mindenre. Külön esővízgyűjtőjük, komposztálójuk is van. Az igazság, hogy a családom segített rajtam, hogy ne kelljen kannával vatakolni, meg én kókányoltam itt össze a házi kimaradt csövekből. Megsajnáltak, közösen megvették a csepegtető berendezés, csodálatos valami. Jó lett volna már az elején ezzel elkezdeni. Az ismerősöknek és gyermekeiknek is adnak a termésből. Vegyszereket nem használnak, náluk minden bio. Tavaly a többszínű kaliforniai paprika és a saláta volt az újdonság. Idén lesz káposzta is, többféle színű cukkini és csillagtök. 11 nehány csak a hagyma volt, mert mindenféle a gyöngyhagymától vedese meg végig. Hát ez koktélparadicsom, de ezen 4 sor, és az pedig a legelső sor, a lugos paradicsom. Az látszik is, hogy nagyobb, sűrűbb, tehát az nagyon jó eltenni, mert sűrű. És fogyasztásra is finom enni, de a koktél paradicsom, meg a fiam, meg így általában unokák is savasak, ugye, mert ugye jó kis kajákat teszünk, és ez viszont nem bántja se az epét, se semmi. Szóval ezt úgy ehetik, ahogy van, megmossa, szedi, és jönnek és eszik. Koktélparadicsomnak lenni kell. Úgyhogy nagyon nagy kedvencünk még az uborka, az is, hát már, ha azt számolom, hogy nagy vonalakban, közel egy mázsát leszettünk már az idén, ilyen 8-10 centisek. Én ezt szeretem elrakni csemegének, de viszont kovászosnak is ezt szeretjük. Egy kicsit, ha nagyobb, akkor teszem fél, az jól lesz kovászolni. És nagyon finomak még itt a cukinik, meg a tök, többféle cukinink is van, úgyhogy azt is igyekszek mindegyiket, hogy legyen mindenfajta, mert finom a főznivalótok is, hogyha az ember legyalulja, megcsinálja egy kis főzeléknek, de hogyha megpróbálja valaki egyszer a cukinit, megállapítja, hogy a sokkal finomabb. A jó termés titka, hogy nem áprilisban, hanem már decemberben el kell vetni, csíráztatni a magvakat, hogy időben kiültethessék, hogy mire a hőség jön, megerősödjenek, árulta el a titkukat Hamar Gyuláné.
mindig van valami kis újdonság, meg ez is, ez a mángold, ez is nagyon jó. Papa szereti salátát csinálni belőle, és mi reggel az kijön, az megeszik annyi zöldséget, sokszor mondom, hogy ha jaj, te mondom, már elmentél legelni. Mert egész tállal, ezt is, azt is, és szóval jó, ezt nem lehet elmondani, megfizetni se, semmi, mikor én, jönnek a családom, és tudom, hogy nyugodtan ehetett, fiam, nézd meg, mert most szedtük, friss. Látom, mama, még a virág rajta van az uborkán, hát hogy nem volna. A piacon azt mondja, nem veszel, lehet egy hete ott tárolják már a kosárba, az mire el kell. Tehát azt, hogy tudja az ember, hogy mit tesz az asztalra. És tudom, hogy ez nincs benne semmi, nem permetezték, nem ide, mit tudom, még hány helyre került, meg kifogdost össze. Leszedő az ember, és jönnek, és elviszik örömmel. Már kocskával jön a fiam, és már most mondja, vegyél másikat is, kettővel hozt, akkor szedegetik lefelé. Már most is volt, a héten már elvitt, vigyett kicsim, úgyhogy ez mindennél többet is, ha látom, hogy már a kicsi is annyira boldog, hogy már szedné, már enné, még nem, még kemény egy kicsit, majd jó lesz, mert koktélparadicsomot imádjam meg. Úgyhogy ezeket mind kis dolgok, de az embernek, szóval ez éltet bennünket, ezért kelünk fel minden nap, mert tudjuk, hogy ezt el kell végezni, ezt meg kell csinálni, mert ha jönnek a gyerekek a hétvégén, és legyen nekik mit adni, megszedni.